Tovább bővült a tengeren túli kontingens a nyíregyházi röplabdázóknál. Az elmúlt szezonban a brazil Araújó és a venezuelai Valdez már tagja volt a bajnokságban 5. helyen végző csapatnak, hozzájuk csatlakozott a Trinidad és Tobagói Dalian Ramdin, aki finnországi és franciaországi légióskodás után érkezett Magyarországra. Nagyon sok videót kellett megnéznünk, ahhoz eljussunk a Darlenhez. Először megpróbáltunk magyar mezőnyből szemezgetni, de sajnos hamar rájöttünk arra, hogy nagyon szűk a keresztmetszete azoknak a játékosoknak, akik Nyíregyházára igazolhatók. Így 4-es ütő nyitásfogadó pozícióba kellett megoldást találnunk, és a jól bevált dél-amerikai kapcsolatok révén jutottunk el hozzá, és úgy gondolom, hogy be is fogja váltani a hozzáfűzött reményeket. A korosztályos és felnőtt válogatottban 11 éve szereplő légiós nagy tervekkel érkezett harmadik európai állomás helyére. Szeretném erősíteni a nyíregyházi csapatot, szeretném, ha a bajnokságban előrelépnénk és megnyernénk a kupát. A bajnokság 5 hét múlva kezdődik. A nyíregyháziak vezetőedzője szerint időarányosan jól állnak a felkészüléssel. Nagyon jól haladunk a munkával, abszolút tervszerűen tudunk dolgozni. Azt kell tudni, hogy a nagyon hosszú felkészülésben edzőmérkőzéseket kizárólag Békés Csabával tervezünk. Ők kértek erre, nem akarjuk felfedni a lapokat a bajnokság előtt, úgyhogy kétszer is utazunk Békés Csabára, egy-egy tornára, és a bajnokság előtt még lesz egy nemzetközi megmérettetésünk is, amit a Mevza Kupa keretében fogunk abszolválni. A nyíregyházi csapat a bajnokságban az első 3 hely valamelyikét, a Magyar Kupában pedig a 4-es döntőt célozza meg. A Challenge kupában és a Mevza kupában pedig a nemzetközi tapasztalatszerzés a cél.